a 8. Nim Zoltán emlékére megrendezett Meccsek Trophy pénteki napját nem mindenki tudta teljesíteni. Jaj, haza! Mestrém megyek! Hajtókarcsopa vagyis! Megértem, mert jó volt! Erdési Márk vagyok, Dombóvárról jöttünk. Tegnap 4 óra környékén érkeztünk ide Kövestetőre. Profi kicsi kategóriába versenyeztünk, indultunk el az éjszaka folyamán. 8:30 környékén rajtoltunk el, akkor mentünk bele az éjszakába, és 2 környékén érkeztünk be. Az éjszakai útvonal jó volt, voltak feladatok, gondolkodni kellett, de megoldható volt minden. És akkor vannak benne ilyen vicces részek a sima útvonalban, mint például itt, hogy 220 méter múlva át a patakon. Éjszaka, ahogy átkeltünk a patakon, ahogy megtörtént a patak átkerésünk, a patakból olyan mély volt az iszapos víz, hogy az autó a jobb oldal idáig feküdt az iszapba, hogy látszik is itt az elején. A mai napon remélem hiba nélkül tudjuk teljesíteni a napot, az autóval nem fog történni semmi, kibírja, és bízunk benne, hogy sikerül elhozni az első helyet. Mi az, amit most beleöntesz? Mikor folyadék? Igen, elfolyt a főforralta. Most volt olyan, hogy elfolyt a vízvíz, és ilyen tócsából kellett kivenni a vizet, és úgy ment így tovább. Mondd neki, fiam, hogy induljon el. Fiad a navigátor? Nem, ő a sofőr. A szombati futam, a nappali futam az egy 60 km-es futam. Éjszakai versenynek az beérkezése alapján fognak másnap elrajtolni, nehézségi feladatokkal kitűzve. Az egy hosszú, egész napos túra lesz nekik. Tehát valószínűleg tartom, hogy szombaton olyan este 6-7 óra felé fog beérni az utolsó autó, remélhetőleg. Ennek az autónak a kerék összekötő rudazata tört el, persze nem adja fel a versenyt a kolléga. A rudazat egy-két kalapácsütés által leugrik, az egyik kolléga beviszi a faluba meghegesztetni, heténybe, a rúd visszaugrik a helyére, és mehet tovább a verseny. A szombati 60 km-es távot 6 autó nem tudta teljesíteni. Ez egy viszonylag elég jó statisztikának számít, úgyhogy 94 autó célba ért a 8. Nim Zoltán emlékezetén. Ennek a látványos sportnak nagyon korlátozottak a lehetőségeik. A közúti forgalomban is csak elenyésző százalékuk vehet részt, mondja Gergő.
5 kategória van a rendezvényen, ebből 3 kategória autói nem férnek bele a magyar közúti szabályok rendszerébe, ezek kimondottan erdőre, ilyen terepre vannak építve. A túra kategóriában van még jelen pillanatban is olyan, ami 1-2 autó, ami rendszámos, ami forgalomból bejött és megpróbáltatja magát ő is. Sokan évente talán csak egyszer jutnak el olyan vadregényes túrapályára, mint amit a Kelet-mecsek kínál. Ennek is köszönhető, hogy ilyenkor a versenylétszáma nagyon hamar betelik. Az idei futamra is többszörös volt a túljelentkezés. Persze, akiket maga alá gyűlt a hegységünk, azok is valamennyien jó szívvel gondolnak erre találkozóra. Ne adjátok fel, sportások, hiszen a mecsek minden évben visszavár, hogy ismét megbotolhassatok, vagy legyőzzétek. Narrátor Vágó István. Minden beérkező versenyzőpáros oklevélben részesül, és kategóriánként az első 3 helyezett pedig sofőr, mint navigátor serleg díjazásban részesülnek. Az első helyezett Erdősi Márk, Remák Dániel. Ezúton szeretném megköszönni minden segítőnek és támogatónak a versenyhez való hozzáállását. Köszönjük szépen!